Az én szakmai történetem az elég messzire nyúlik vissza, hiszen a nagyapám csizmadiamester volt, akinek 8 gyermeke született, és ebből 5 vitte tovább az ő szakmáját. Cipészek, cipőkészítők lettek. Édesapám is cipészmester volt, és még jelenleg is az. Ő volt az én tanítómesterem, és így lettem én is cipészmester, cipőkészítő. Miskolcon 1990-ben kezdtem el a pályafutásomat, akkortól vagyok egyéni vállalkozó. Sajnos az a helyzet, hogy a szakma kiöregszik, nagyon kevesen vagyunk már, akik még gyakoroljuk a szakmát, és egyre kevesebben leszünk, hiszen lassan 20 éve, hogy nincs Magyarországon nappali képzés. 2 évvel ezelőtt kerestem meg a kamarát, a helyi területi Borsod megyei kamarát, és elkezdtünk közösen gondolkodni azon, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy újra szakképzés induljon be itt Miskolcon. Megkerestük azt az iskolát, a név szerint a 101-es Szemere Bertalan szakközépiskolát, ahol régebben folyt ilyen jellegű képzés, és még jelenleg van olyan szakoktató tanár, aki az elméleti órákat tudta biztosítani, és elkezdődött az érdemi munka, a gyerekek toborzása, és aztán egy éves feszített munkának az eredménye az lett, hogy ebben az évben egy fél osztály el tudott indulni. 1990-ben, mikor Miskolcra kerültem, elsősorban ortopédcipők készítésével gondoltam el a jövőmet, és így is kezdődött a pályafutásom. Ortopédcipőket kezdtünk el készíteni, azért pont ezt a területet, mert ez egy nagyon nehéz terület a cipőkészítésben, hiszen deformált lábú, sok esetben rövidült és nagyon problémás lábakra kell cipőt készíteni, és ezt egy nagy kihívásnak gondoltam, és be is bizonyosodott, hogy az is. Mai napig is foglalkozunk ezzel a területtel. Aztán, mikor édesapám nyugdíja felé közelített, akkor jelentkezett egy olyan igény, hogy azokat az ügyfeleket, akiket ő szolgált ki az ő vállalkozásában, hogy vegyem át. És ez ismét egy új kihívás volt, hiszen exkluzív férfi cipőket készített, magas minőségű, csúcskategóriás cipőkről beszélünk. Akkor újra tanulni kellett, újra neki kellett kezdeni előről, újra értelmezni a szakmát. Édesapám folyamatosan, évek óta egyébként mindig mondja, hogy tartsak vele, menjek el egyszer egy olyan versenyre, amin ő évek óta megméretteti magát, és nagy-nagy sikereket ért el ezen a területen. Így történt, hogy 2007-ben először Németországban, Wiesbadenben én is elmentem bele, és 2 pár cipőt neveztem erre a versenyre, és már rögtön ott egy bronz és egy ezüst éremmel debütáltam, és innentől kezdve szerettem volna minden egyes alkalommal részt venni. 2010-ben a maximális 4 pár cipővel jelentkeztem, és abból 1 ezüst és 3 aranyérem lett a mérleg, és a női cipős kategóriában én voltam a kategória győztes. 2013-ban úgy gondoltam, hogy ezt a sikert már nem lehet még egyszer elérni talán, de szerencsére a zsűri is úgy ítélte meg, hogy ismét olyan alkotásokat neveztem, amik a mezőny fölé emeltek, hiszen 1 bronz és 3 arany volt a mérleg, és mind a női, mind a férfi cipő kategóriába kategória győztes voltam. A vállalkozás egy személyes vállalkozásként indult annó, és most több mint 20 év távlatából 18-an dolgozunk velem együtt,
hiszen én is részt veszek a mindennapi munkafolyamatban. El sem tudom igazából képzelni azt, hogy én a magam részét ne vegyem ki a mindennapi feladatokból.